A deáktéri ünnepség résztvevőit Kiss Gábor főkönyvtáros köszöntötte. Mint mondta, ez az ünnep mindig különleges az itt élők számára, mert Deák Ferenc a legjelentősebb zalai politikus, a 19. század kiemelkedő államférfia, kinek tisztelete szülőföldjén mindig nagy hangsúlyt kapott. A történész felidézte az államférfi életének főbb állomásait. A mellettünk lévő épületben, a régi vármegyeházán, a mostani törvényszéken kezdte a politikai pályafutását. Itt született a megyében Söjtörön, és itt volt a lakása 1854-ig Kehidán. Itt kezdte a politikai pályafutását. Itt a téren, ahol most állunk, itt tartották a követválasztásokat és a tisztújításokat Zala megye nemesei. Több ezer nemes gyülekezett ilyenkor össze a vármegye minden sarkából. Kiss Gábor kiemelte, a politikus halála után 3 évvel közadakozásból felállították az ország első köztéri deák szobrát Zalaegerszegen. A főkönyvtáros áttekintette még a város Deák Ferencről elnevezett terének, intézményeinek történetét. Megjegyezte, 1975-ben engedélyezték dr. Degré Alajosnak egy deákról szóló tanulmánykötet kiadását, ezzel kezdődtek az ő politikusi, közéleti tevékenységének kutatásai. Az eseményen az Rinyi Miklós Gimnázium adott műsort, az énekkart Gyutainé Kiss Gabriella vezényelte. Az ünnepség végén a város és a vármegye vezetői, valamint az államférfi életében fontos szerepet betöltő települések polgármesterei helyezték el az emlékezés és a tisztelet virágait.